átadták az idei gyémántdíjakat Siklóson. Az ünnepséget a vár lovaktermében tartották. Bár a koronavírus miatt szűk körben, de meghitt hangulatban telt az esemény, mondta Rigl Gábor polgármester. Nagyon emelkedett hangulatú díjátadó, mindig decemberben adjuk át az év sportoló és az év gyémántdíja díjakat, és azokat a tehetséges fiatalokat díjazzuk minden évben, akik a kultúra, művészet, a zenevilág, a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak országos vagy nemzetközi szinten. Elmondtam a köszöntőmben is, hogy hála a Jóistennek nehéz dolga van a testületnek, mert minden évben több ajánlás érkezik be. A bizottság végignézi az ajánlásokat, egy javaslattal él a testület fel, és általában a december elején megtartott testületi ülésen születik döntés arról, nyilván szavazás keretében, hogy ki kapja meg az év gyémántdíját, illetve az év sportolója díját. Az idei évben Szentgyörgyvári Albert kapta a gyémántdíjat, és Ladover István urat díjaztuk, értékeltük az év sportolója díjjal, aki az íjászat területén, egy furcsa sportágon az íjászat területén végzi, folytatja a tevékenységét, hála Istennek Siklósi Egyesület keretében. És a gyémántdíjazottunk is elmondta, ugye, hogy Bécsben, nemzetközi porondon folytatja a tevékenységét, de hát végig kísérte az életét az a siklósi család és az a siklósi pedagógus társadalom, pedagógus gárda, akinek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ő idáig eljuthatott. Úgy láttam, hogy meg is hatódtak egy kicsit, bár szűk körben csak a szűk család volt itt, de nyilvánvalóan mindenkivel felvettük a kapcsolatot, és már az ajánlásoknál, a laudációknál láttuk, hogy felsorakozott az a háttér, aki nélkül ez nyilván nem működött volna, úgyhogy nagyon jó érzés mindig ezeket a díjakat átadni, és nagyon jó érzés, még egyszer mondom, hogy nehéz dolga van a testületnek, mert nagyon sok tehetséges fiatalunk van, és mindig van válogatni, mindig van kik közül válogatni. Szentgyörgyvári Albert érdemelte ki az egyik gyémántdíjat, aki már óvodáskora óta fuvolázik. Most már harmadik éve tanulok Bécsben fuvolázni, és most már mondhatom, hogy elég viszonylag otthonosan érzem ott magam, viszont el nem tudom mondani azt, hogy mennyire fontos és mennyire megmelengeti a szívem, amikor időnként a Facebookon látok egy képet mondjuk a Siklósi várról, vagy a Mária Gyüdi templomról. Szóval ezt sosem fogom elfelejteni, hogy ilyen jó helyre jöttem. Mondhatok most rengeteg embert, akinek nagyon hálás vagyok. Az óvónénieimtől a Szent Imre Katolikus Iskolának az összes tanáránál. Huszár Eszternek, aki az óvodás korom óta a mai napig egyengeti a fuvolás utamat. Bodnár László Bajszínak, akinek nagyon nagy részben köszönhetem a rutinomat, ha úgy mondhatom, a színpadon. Szelénti Zsuzsannának, aki Pécset tanított tovább fuvolázni, és elsősorban a Jóistennek, hogy ilyen szuper családba bottyantott le, és a szüleimnek. A másik gyémántdíjat Ladover István nyerte el. Ő az íjászatban ért el szép sikereket. Egy olyan sportágat képviselek, ami Magyarországon eléggé kevéssé van a köztudatban. Annak ellenére, hogy ez egy olyan harcművészet, vagy egy életmód, amit ugye örökségül kaptunk az elődeinktől. Büszke vagyok el, hogy én őket képviselhetem, és nagyon szépen köszönöm a városnak, hogy látnak bennünket, mint íjászatot, és szeretném megköszönni a feleségemnek, hogy támogat, és a legnagyobb szurkolom az édesanyám, aki nincs köztünk. A két díjazott és a polgármester az ünnepség után közösen gyújtották meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Az adventi időszakot egy kicsit újra gondoltuk. Új helyszínen is állítottuk fel egyébként az adventi időszak elején mindenki a város karácsonyfáját. És mivel
a jogszabályok lehetővé tették, ezért egy adventi vásárt is elindítottunk. Bár az időjárás az első egy-két hétvégén nem segített minket, most legalább az eső nem esik, viszont kellemesen hideg van, és úgy osztottuk el egyébként az adventi hétvégéket. Gyakorlatilag az első hétvégén a nyitásnál az egyházi intézmények voltak a főszerepben, ők adták a műsort, illetve az egyházak képviselői emelték a színvonalat hozzászólásaikkal. A második hétvégén gyakorlatilag a Mária utcára összpontosítottunk, és az adventi vásáron volt a gyertyagyújtással együtt az adventi vásáron volt a hangsúly. A harmadik hétvégét, ugye most 12-ét a várba koncentráltuk. Várkapitány úrral azt beszéltük meg, hogy az örömgyertyát, a harmadik gyertyát mindenféleképpen itt fogjuk a várban meggyújtani, összekapcsolva azokkal a városi eseményekkel, amelyek szerintem csak emelik az advent harmadik hétvégének a színvonalát, és 19-én szintén a Mária utcában fogjuk majd zárni az adventet. Ezen a mai napon az óvodások és az általános iskolások főszereplésével zajlott le az advent harmadik hétvégéje, és 19-én pedig, mint mondottam, a Mária utcában zárjuk az adventet, de természetesen úgy készültünk, hogy 19-e után is lehetőséget biztosítunk majd egészen szilveszterig arra, hogy az adventi vásárba kitelepült árusok, illetve hangulat megmaradjon a siklósiaknak. Nem titkolt célunk egyébként az, mivel január 22-e Vince nap már egy kicsit túlgondoltuk 2022. januárjára a rendezvényeinket, hogy nem fogjuk lebontani a Mária utcában kiépített infrastruktúrákat, mert arra készülünk, hogy január 22-én majd a Vince nappal tudunk tovább menni, de most egyelőre koncentráljunk adventre, úgyhogy 19-én zárjuk a Mária utcában a siklósi adventet. Advent harmadik vasárnapján egyébként többek között Rudán Joe koncertjét élvezhették azok, akik ellátogattak a siklósi várba.